Ma van a kommunista diktatúrák áldozatainak az emléknapja. 1947-ben ezen a napon tartóztatták le és hurcolták el jogtalanul a szovjet hatóságok Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát. Világszerte 100 millióra becsülik azoknak az embereknek a számát, akiket a kommunizmus idején kivégeztek, vagy kényszermunkatáborba hurcoltak, és soha nem tértek haza. Hosszú sor a Terrorháza előtt a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapján ingyenes volt a belépés. A középiskolásoknak egész nap tárlatvezetéseket tartottak. Történészek mellett ismert emberek, köztük Nagy Ferú is segítette a diákokat a korszak megértésében. Nagyon hitelessé teszi, hogy olyan emberek, akik egyébként sokat mozognak a képernyők, az internet világában, egyszer csak megjelennek élő húsvérvalójukban, és elmondják, hogy az ő családjukat ugyanúgy érintette ez az időszak. Trócsányi László igazságügyi miniszter a központi megemlékezésen azt mondta, személyesen tapasztalta, hogy a rendszerváltás után nyugaton keveset tudtak a kommunista rendszerről, mára pedig szerinte mintha megszépült volna a korszak megítélése. Nem lehet vitatni, hogy a 80-as évek gulyás kommunizmus alatt a nyugat-európai országok baloldali értelmisége már aktív kapcsolatot alakított ki az akkori baloldali magyar értelmiséggel, így nem véletlen, hogy nyugaton az úgynevezett keleti blokk kommunista múltjának megítélése nem egyezik az én világképemmel. Schmidt Mária, a Terrorháza Múzeum főigazgatója szerint, mivel nem történt jóvátétel a rendszerváltás után, a kommunisták teret kaptak a demokratikussá vált hazai közéletben. A magyar képviselők pedig az európai politikában olyan nyugati politikusokkal kényszerülnek egy asztalhoz ülni, akik a kommunizmushoz kísértetiesen hasonlító eszmerendszerrel igyekeznek egyneműsíteni Európa polgárait. A sajtóból egyre inkább eltűnik a sokszínűség, főleg nyugaton, ahol a szavazások eredményét sem tisztelik már. Ha ugyanis az eredmény nem az érdekeiknek megfelelően alakul, akkor vagy figyelmen kívül hagyják, vagy újabb szavazást követelnek. A parlamentben az MSZP-s Hiller István az ülés kezdete előtt emlékezett meg az áldozatokról. Arról a sok ezer megnyomorított és kifosztott családról, szabadságától megfosztott emberről és gyakran névtelenségbe süllyedt áldozatról is megemlékezünk, akik egy ideológia elvakult és elvadult követőinek ártatlan és értelmetlen áldozatai lettek. 2001 óta minden évben február 25-én tartják a kommunizmus áldozatainak emléknapját. 1947-ben ezen a napon hurcolták el és ítélték kényszermunkára a szovjet hatóságok Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát.